Idén januárban lépett hatályba az a kormányrendelet, ami alapján a vendéglátó üzleteket külön típusokba kell sorolni. A szabályozás 11 féle vállalkozási lehetőséget tesz lehetővé. Így például üzemeltethet valaki éttermet vagy büfét, esetleg cukrászdát, italüzletet, netán zenés, táncos, szórakozó helyet. A tevékenységet viszont be kell jelenteni évelejétől a település önkormányzatának, ahol a cég székhelye van. Erre eredetileg március 31-én lett volna lehetőség, nagyon sokan viszont eddig elmulasztották ezt a kötelezettséget. A szekszárdi polgármesteri hivatalban úgy számolnak, hogy a megyei jogú városban nagyjából 300 olyan vállalkozás van, amelyik vendéglátással foglalkozik, közülük eddig körülbelül 100-an nem küldték be a mindössze féloldalas nyomtatványt. Ők pedig nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek. Most van egy olyan változás, egy augusztus 19-től hatályos módosítás szerint a jegyzőnek október végéig, azaz e hónap végéig ellenőriznie kell valamennyi kereskedőt, hogy megtette ezt a bejelentését. Amennyiben azt állapítják meg a vizsgálat során, hogy ezt a bejelentést nem tették meg, tehát nem tettek eleget a kötelezettségüknek, ugye a jegyzőnek sajnálatos módon nincs lehetősége mérlegelésre, hanem ameddig meg nem teszi a kereskedő a bejelentését, addig be kell zárnia az érintett üzletet. A bejelentőlap kitöltésére hivatalosan október 10-ig van lehetőség. Polgármesteri hivatal munkatársai viszont ezt követően is segítenek azoknak, akik elakadnának valamiben. Ők egyébként folyamatosan hívják telefonon a vendéglátósokat, hogy tájékoztassák a cégvezetőket az új kormányrendeletről. Amennyiben még nem tették meg, akkor legyenek kedvesek, tényleg 5 perc alatt ki lehet tölteni a bejelentőlapot, és minden létező módon elektronikusan, személyesen, postán be lehet juttatni a kollégáinkhoz. Az önkormányzatnak az ezzel foglalkozó munkatársai egyébként személyesen is, illetve nem személyesen, de telefonon is megkeresik a kollégáink az érintetteket, és igyekeznek fölvenni velük a kapcsolatot. A hatályos jogszabály szerint október 31-ig kell szekszárdi edzőjéhez beérkezniük a nyilatkozatoknak.